A szokott időben, augusztus végén kezdődött el az idei dohánytermés felvásárlása. Az időjárás ebben az évben kegyesebb volt a gazdákhoz, mint tavaly. 2020-ban ugyanis minden volt, ami a termés mennyiségét csökkenthette, amelyek összessége rekord alacsony termés átlagot is eredményezett. Ehhez képest idén sokkal jobbak voltak a körülmények, a júliusi csapadékos időjárás befolyásolta csak az érést. Egy ilyen 10 nappal, 2 héttel megcsúszott az érés folyamata, ezáltal a betakarítás is ennyit csúszott, de azt mondható el, hogy egy jó termés, egy jó közepes termés várható az idén, bár a hétvége ezt befolyásolta egy picit, hiszen szombat reggelre a megye egy része talajmenti fagyokat szenvedett el, és ebben a dohányültetvények is sérültek, tehát elpusztult nagyon mennyiségű termés. A Berlinnél a termés egészét sikerült már betakarítani, a Virginia dohánynál még tart a folyamat, a múlt heti fagyok pedig okoztak is károkat az ültetvényekben. Nincs egyébként könnyű helyzetben az ágazat, amely 12-13 ezer ember megélhetését biztosíthatja a megyében. Uniós támogatások már nem elérhetőek a gazdák számára, a termőterület pedig folyamatosan csökken az országban. Jelenleg már csak 3100 hektáron foglalkoznak a növénnyel. A MADOSZ új elnökének célja, hogy a termelés stabillá váljon, és megszűnjön az évek óta tapasztalható csökkenés. Nyilván szükségünk lesz újabb forrásokra, hiszen azt látjuk, hogy a munkabérek emelkednek évről évre nagyon jelentősen, az input anyagok ára is komolyan emelkedik, és hát most október 1-től az energiáremelés is nagyon komoly megoldandó feladat elé állította a dohánytermelőket, vagy mondhatom azt, hogy megoldhatatlan feladat elé, hiszen a gázára 2,5-szeres, 3-szoros ára növekedett, az elektromos áram is szintén duplázódott, és ez azt jelenti, hogy a mesterséges szállítású dohányoknál, tehát a Virginia dohányoknál olyan mértékű költségemelkedés következett be, amit egyszerűen nem lehet kigazdálkodni. Emellett a munkaerő problémát is meg kell oldaniuk, tette hozzá a szakember. Megyénk egyébként dohány nagyhatalomnak számít, az országos termesztés 80-85%-a Szabolcs-Szatmár-Berengre korlátozódik.